Októberben adták át a nyugati elkerülő teljes szakaszát, így jelentősen csökkent a város átmenő teherforgalma, ami nagyon fontos mind a zaj és környezeti terhelés, a károsanyag kibocsátás csökkentése, mind a közlekedés zsúfoltságának enyhítése révén. Megújultak a nyíregyházi lakótelepek, az érkerti, az örökösföldi és a huszárterepi városrész. Az épületek energetikai korszerűsítése, a parkok, zöld felületek, sétányok megújulása, a járdák és új parkolóhelyek építése, a játszóterek, sportpályák, óvodák és az iskolák felújítása, a közbiztonság javítását célzó térfigyelő kamerarendszer kiépítése ma már komfortosabbá, nyugodtabbá, szebbé teszik az ezekben a városrészekben élő tízezrek mindennapjait. A Józsavárosban a nagy forgalmú utak mellett járdák, kerékpárutak is friss aszfaltot kaptak több helyen, emellett sétányok, játszóterek újultak meg, de kutyafutatók is szebrák is épültek.